Nem tudom, hogy önök közül hányan jártak már itt. De mindig tudok újat mondani, újat mutatni is. Többek között vadonat új, ez a Gorka gyűjtemény, ez is új. Új Orvos Andrásnak a kiállítása. Orvos András egy Vácon élő festőművész, aki évek óta most kapott először komoly állami kitüntetést, valami aranyérmet kapott, nem tudom pontosan a mai kitüntetéseket. Köztársasági aranyérmet, és ebből csináltunk neki egy életmű kiállítást, mert ő Vácon él, és különböző korszakait be tudtuk mutatni, mert nagyon nagy a munkássága, tehát ezt is újdonságként tudom megmondani. És érdekesség még, hogy a Józsa János életművel fogunk itt találkozni. Józsa János Debrecen egyik legnagyobb festője. Most 80 éves. 3 hónapja készülünk a kiállítására. Debrecenben november 14-én fogunk egy nagyon nagy életmű kiállítást nyitni a képeknek. A színe javát innen fogjuk szállítani. Csak az a sajnálatos eset történt, hogy a Józsa Jánosnak nem egy életút kiállítást fogunk nyitni, hanem egy emlékkiállítást, mert időközben meghalt. 80 éves volt, erőbe, egészségbe, leült és elaludt. Nem várta meg a kiállítás megnyitónkat, úgyhogy nagyon zokon vettem tőle, mert nagyon jó barátom volt, úgyhogy én is le fogok utazni Debrecenbe a búcsúztatására, és felfogom a több évtizedes emléket eleveníteni, mert ha itt megnézik Józsa Jánosnak a tűzzománcait, a tűzzománcai azok, amelyek azt lehet mondani, hogy a világon egyedülállóak. Ugyanis ez a vonalhálós technika, amit a tűzzománcaira kitalált, de lenn a pincébe is majd lehet látni a keresztút sorozatnál, például van egy szürke ruha és Krisztuson, és ő ebbe a szürke ruhába belehúz 15-20-30 vonalat, és megszínezi. Tehát technikába, stílusba teljesen egyedi. Annyira munkás, és annyira hozzáértőnek kell lenni, hogy nincs követője szinte a világban, aki ezt csinálná. Próbálták többen, tehát ez a vonalhálós technika, ez a Józsának a sajátja. Van egy olyan művész, aki a 1000 éves művészetben ki tudott egy ilyet találni, hogy vonalhálós technika, és egyedül tudta szinte csinálni. De itten több életműről van szó, itt azért bemutatnám azokat is, akik még nem jártak itt, mert úgy láttam, hogy a társaság fele nem járt itt. Itt Scholz Eriknek a munkássága látható mögöttem. Scholz Erik Szőnyi legjobb tanítványa volt. 49-50-ben végzett a főiskolán. A főiskolán Szőnyi nem akarta saját ízlésére epigonnyán formálni a növendékeit, tehát hagyta kibontakozni. Ugye a 50-es években nagyon konzervatív volt a főiskola, konzervatív volt maga Szőnyi, és konzervatív volt az egész ország. Ő ilyen képekkel jött ki az 50-es években. A főiskolán még sikere volt, ott is voltak kiállítások, sikere volt, és még Szőnyi is nagyon dicsérte a kortársat. Ahogy kijött a valós életbe, az volt a minimum, hogy hülyézték. Szóval 50-es években ilyen modern képekkel kijönni a magyar valóságba, az életveszélyes. Nem is bírta sokáig, összepakolta és kiment Párizsba. Párizsba úgy fogadták, hogy végre jött egy magyar művész, aki tud festeni. Bemutatta a párizsi televízió, a kollégák elfogadták, és ő utána hazajött, nem tudott kint maradni, de úgy jött haza, hogy megerősödött, lélekben megerősödve jött haza, nem ő a hülye, hanem az összes többi, aki itthon van. Soha nem lehetett letéríteni az útjáról, mindegy, hogy milyen kritikát írtak, mindegy, hogy mit mondtak a munkásságáról, ő végigvitte ezt a vonalat, Zsenyén, sokat dolgozott Zsenyén, ott is van eltemetve, és ott látni az utolsó korszakában, az utolsó 10 évében a munkáit, amikor járta az erdőt, mint egy magányos remete járta az erdőt, és a fa törzséről leszette ezeket a rizomorf gomba fonadékokat, és vele applikálta a képeibe. 21. századi képeket festett már akkor, és ezek a képek, ezek már ma is modernek, némelyik túl modern,
de ugye 30-40-50 év ezelőtt meg az abszolút modernnek számított. Azért is van az, hogy modern művészeti gyűjtemény a nevünk, mert valahogy ezek a modern képek, ezekhez mindig vonzottam, és maga a gyűjtemény így van összerakva. De azon kívül ennek a gyűjteménynek az a nagy előnye és az a fő tulajdonsága, hogy én figurális képeket gyűjtöttem mindig. A figurális festők azok, akik az én gyűjtői véleményem szerint igazán tudnak festeni. Ezek a belső öntörvényű festők. Nem kell kiülni neki egy naplementét megfesteni, hanem leül, és a belső lelki világát, az egész gondolatmenetét, az egész filozófiáját, élete munkásságát fölviszi a képre és megfesti. Hát ilyen volt Solc is, ilyen volt Tóth Ernő is, ilyen Szabó Vladimir is, ilyen Józsa János is. Tehát ennek az a jellemzője, hogy figurális képek vannak festve, és ezek a figurális festők, ezek nagyon is öntörvényű festők, és nagyon is komoly gondolkodás módjuk volt, tehát a moderntől kezdve egészen a hagyományosig, hiszen ha megnézzük a Józsának a képeit, a alföldi festészetben kicsit hagyományosabbak volt az alföldi festészet, hiszen az alföldi festészetben, ha megnézzük a művésztelepeket, a hortobágyi művésztelepet, a hajdúböszörményi művésztelepet, hajdúnánási művésztelepet, ott lehet látni, hogy az alföldet festették, a küzdő embereket festették, és színekbe, formákba hozták össze a képet, és egy kicsit hagyományos stílusban. A mai korban egyébként jellemző is, hogy egy kicsit visszatértek a festők, egy kicsit a hagyományos stílusra. Na menjünk tovább, mert még sok dolgunk lenne, amit érdemes lenne megnézni. Ezt úgy nevezték már akkor is, és mai napig is úgy nevezik, hogy hiperrealista festészet. Ha megnézik például az édesanyjának a kezein az ereket, az arcán a ráncokat, ez a hiperrealizmus, ez amelyik visszaadja, amit a való életben lát. Egyébként van itt egy-két különleges kép is. Itt van három kép, ez egy önálló falat kellene, hogy bitoroljon. A Dózsa-féle parasztlázadás. Egy kriptihomba van megörökítve. Itt a középső részen a fő motívum az erők harca. A lovak, az emberek, a feszültség benne van a képben, ezt a színek és a formák hozzák ezt a feszültséget. Tovább fokozza a feszültséget, izzik a földgömb, izzik a levegő, kiegyenesítik a kaszákat, szinte forróság van. És a harmadik képen, amikor leverik a parasztlázadást és a fiát sírató anya. Hát Józsa ezekben volt nagy, és ott a szélén fogják látni azokat a tűzrománc képeket, meg a pincébe is, ami a vonalhálós technika, és egyedülálló a világon a tűzrománcaiba. De vannak itt olyan képek, például a debreceni főtéren a hólapátolók a 60-as években. Németh János művészettörténész azt mondta neki, hogy Jánoskám, ha életedben ezt az egy képet festetted volna csak meg, akkor is nagy művésznek számítanál. És ez igaz is. Egyébként az összes díjat mind külföldön nyerte. Firenzei Biennálékon, Párizsin, Velencei Biennálékon. Akkora rajztudása volt, hogy ahova kiment, ő mindig díjakkal jött haza. Ebből volt is sok problémája, mert ezekkel a díjakkal bizonyos pénz dolgok is jártak, és valutával annak idején, amit nem mertek hazahozni. Sokszor azért kellett neki kimaradni hetekig, hogy elköltse ezeket a pénzeket, mert ha hazahozza, ebből csak problémája lesz.